A MÁV előre vezetői néhány éve fogalmazták meg a célt, hogy neves műhelyekkel együttműködve magas szintre emeljék a röplabda utánpótlást Fehérváron. Ennek csak egyik mércéje a felnőttek között elért eredmény, de most jogos a büszkeség, hogy a női és férfi szakág is a hazai legmagasabb osztályba jutott. A MÁV előre egy komoly csapatsportban az élvonalban fog szerepelni, ráadásul egyedülálló módon az egyetlen olyan magyarországi klub, amelyik a férfi és a női szakákban is képes a röplabdában az élvonalban szerepelni. Tehát ez ilyen nincsen. Már város van, Kaposvár, de ott két klub csinálja ezt. Én azt gondolom, hogy egy klubnak, hogyha igazán komolyan akarja venni magát, legalább egy komolyabb sportágban ott kell lennie a legjobbak között. A klub szakmai igazgatója a korábbi sokszoros válogatott szerint lépésről lépésre kell haladni, de az építkezés közepette is meg kellett ragadni az élvonalban szereplés lehetőségét, ha már kivívták azt a csapatok. Sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán el fogjuk elnyitani mindkét csapatunkat, vagy pedig esetleg az egyiket visszaléptetjük, de úgy gondolom nagyot kell álmodni, akkor lehet nagy célokat elérni, mivel hosszú távon gondolkozunk, ezért maga az építkezés is egyértelmű, hogy egy több éves folyamat lesz. A céljaink ezért első évben nem olyan magasak, tehát úgy gondolom, hogy ezek megléphetőek lesznek. Ezek a célok eltérőek a női és férfi csapatnál, hiszen a női liga erősebb Magyarországon. Éppen ezért Nagy Fanni csapatának, amely továbbra is épít a fiatal tehetségekre, elsődlegesen a megragadás lehet a célja az extraligában. Mindenképpen szeretném, hogy a lányok ki tudják a maximumot hozni magukból. Ami nagyon fontos, hogy ők szinte mind nagyon fiatalok, és nekik ez egy nagy lehetőség, hogy a legerősebb ligában bizonyíthatnak. Úgyhogy én szeretném, hogy minél több sikerélményünk legyen, nyilván tudjuk a szinteket, tudjuk azt is, hogy mi hol tartunk, de magunkhoz kell mérni majd a teljesítményünket. A Dávid Zoltán edzette férfi csapat szintén sok fiatallal és albán válogatott igazolásokkal talán merészebben is tervezhet. A fiúknál úgy gondolom picit lehet nagyobbat álmodni. Ott is megtartottuk ugye a csapat fiatal magját, szerintem ez teljesen normális, ők vívták ki ezt a feljutást. Három légióssal lett erősítve a csapat, három albán válogatott játékossal. Ott náluk én kimerném mondani, hogy akár mi négybe is mehetünk. Ez nagy álom, de úgy gondolom, hogy ezt fel kell tennünk, ezt a létszet ahhoz, hogy meg tudjuk ugrani. A férfiak október 1-én, a nők október 22-én kezdik az extraligát, hazai mérkőzéseit mindkét csapat a Vox sportcsarnokban játsza majd.